Nincs magyarosítás, jó. Akkor vágjunk bele, akkor majd én mondom nagy részt, hogy mi történik, oké? Nem fogok mindent éppen folytani, de nyilván tudni fogjátok, hogy mi történik a sztoriban. Ez egy film lesz, amit mi rendezzünk. Röviden, oké? Fogalmunk sincs, hogy miről szól a cucc. Ázsiában történnek a dolgok. Hey, so I've done a full body cleanse on both of them. Space is sterile. Did you get blood samples for Kensington's research project? Nice work, Dr. Wakefield. So another drone. Yeah, he dropped a nerve agent on their apartment block. A woman was coming home from the shops. The boy was playing with a soccer ball. What, you mean a football? Okay, so a támadás történt valószínűleg. Nem tudom, valami biológiai támadást érzek itt. Még a korábban vannak az emberek megbetegszenek. I'm Amy. You're... Amy a főszereplőnek a neve. Pleasure to meet you, Donald. Are you gonna hurt me? Bántani fog engem? Könnyű hülye szívűen mondjuk, vagy komolyan. Azt mondom, csak könnyen. I'm team doctor. You got injured, but I'll have you back playing football. Megsérültél, de remélem, hogy elintézem, hogy hamarosan focizhass. Reese, I need to administer atropine. Yeah, I didn't get a chance to restart the vials. Can I fordít sem? Supply tent now! Legyen chat. Oh. It's okay. Oh, it's okay. Atropine injections worked on everyone I treated in Syria. Okay? Szóval mi globális betegség? You're right. What's your name? Próbálkozik valami injekcióval. Horrid? We're not safe here. Nem vagyunk itt biztonságban. A Supreme Leader rendelte le a támadást, mert meg akar ölni minket. Mi a fene? És Észak-Korea akkor? Talán Észak-Korea? Supreme Leader. Tökre fél tenni az életemet ez a... Helikária? Csak pozitívan. We're treating you early, so you've got a great chance of survival. Akkor elkezdtünk gyógyítani, úgyhogy nagy esélyben a túlélésre. You are not a good one. A hazugókat hallgatok egész nap, de nem hazudsz, jó. Please breathe. Look at me. Breathe. Look at me. I need to save my baby. Meg kell mentenem a babámat. Tapad. Háború van. The supply tent's been depleted. Elfogytak a tartalékot. There's only one vial left. Nincs sem már nagyon gyógyszer. Már csak egy darab injekció maradt. What are you gonna do? Egy gyógyszer. Mit fogsz tenni? Make a decision. Hogy lehet ezt megállítani? Chat, beállítottam, hogy meg lehessen állítani a döntést. Hogy tudom megállítani a döntést? Csak a lényeget fordítsd, okés. Igen, egy szavazásokat akar így csinálni, csak hogy tudom megállítani a döntést? Meg gondolom nem az eszképet kell minden egyes alkalommal megnyomnom, vagy mégiscsak? Ez volt a trailerben, igen. Na ez például a csípem, hogyha egy trailerben nem áll film közepét, meg végét mutatják, értelem, mondjuk csutkán a legelejét, az ugye rendben van. Sajt a gyerek milyen? Van itt olyan moderátor, aki tud szavazást csinálni? A Space az nem működött. A Space az nem. Adja oda a csajnak, mert gyereke van? Ennyi? Az eszképet kell, hogy nyomkodjuk? Nem úgy, hogy tartod a Space-t? Se a P betű nem működik, sem pedig a space tartás nem működik. Meddig fog mindjárt a szavazás a chat tetején. Ott is van, kit mentsünk meg? Ott van a lányt vagy a fiút? Döntsetek chat. A csajt a paliból van elég. Mi van, félsz a konkurenciától? Ha? Túl sok a konkurens? Konkurencia fölé kell emelkedni, haver, ne add meg magad. Ez nem megoldás, hogy elpusztítjuk a férfiakat.
Igen, próbálni lejár az idő, és szerintem marad a választás, nem autó lesz. Aha, az lehet. Az lehet. Lehet. Jó, lássuk, hogy el a szavazás. Úgy látom, hogy 85%-ban mindenki a csajt akarja megmenteni. Kb. 20 másodperc alatt a szavazásba. Én azt mondom, akkor mentsük meg a csajszit. Sajnálom, tanuló! És lesz foci meccs! Dima, please. You have to trust me. Okay, this will save you and your baby. Meg fog menteni téged is a babádat is. You are with the Supreme Leader. Nem. Supreme, he wants to kill my baby. No. Akkor tölni a babámat. Reese. How do I save them? Reese. Reese, hogyan mentse meg őket? Valószínűleg sehogy. Csávot próbálja megmenteni a nőcit, azt engeddel. Hát az GG volt, az GG volt. Van bombázva a város? 5 évvel később? Már Londonban. We stand on the precipice of history. Aki a történelem, történelmi pillanat színén állunk. I'm Dr. Amy Tennant, and I'm here on behalf of the visionary Natalie Kensington to inform you how your investments have made that possible. Firstly, we've been using your billions for the greater good. The Kensington Corporation's relationship with Kindar has flourished since the resolution of its civil war. Our teams have been working on development projects with some of the country's top scientists. Okay. Natalie has even developed an internship program for some of the country's brightest young minds. In fact, some of our Kindarian interns are here with us today. Okay, so megpróbálták ezeket az arcokat felkarolni, képezni őket, stb. Kindar still a totalitarian state, human rights violations and all that. Okay. Emberi jogokat mi mindig ugye, de foglalkozunk most vele. Felhozta, hogy az emberi jogok, jó, hogy probléma van. The Kensington Corporation is dedicated to bringing hope and new technology to it's a planet. It's bad PR for us to associate with Kensington if she's dealing with a dictator. We're all here to discuss the amazing question. Diktátorokkal. Why has Natalie sent a nurse to tell us anything anyhow? Ooh. Actually, I'm a doctor. Beszél a csávó egy picit. You know who I am, right? Mi nagyfőnök lehetett az üreggel. May I ask you to leave the boardroom, please, sir? Okay. Lecsiskítják, azt mondják, hogy húzzol innen. Egy kicsit túl sok volt a pia. Azt mondja, hogy ő kihúzza a lóvét. It's always a bit of a risk serving free champagne. Mi kockázat is ingyenes esgőt szolgálni. Beteg, már látom, beteg! Fuck! Korona is így kezdődött. Nem azért mondom, de csinos a csaj, én remélem, hogy túléli. Now, the real reason you're here. Az igazi oka, miért eljöttek? Kensington építmény komplexum. Our impenetrable HQ of laboratories built bespoke to Natalie's specifications by the world-renowned Parker Kaplani. Deep within the complex is Security Lab Alpha, a womb of scientific advancement. Okay, well, see, there, we have something remarkable in development. I'm sure all of your news feeds have told you that Gordon Grosvenor's expedition to Mars is becoming a reality. Ooh, yes, Marsra. The first person to set foot on Mars will be British if we can hurdle this final obstacle together. Amit a veszett lenne a nő. Látszik, hogy ez csak egy film, meg egy játék, értve senki nem kamerázza még a csajt. Az eddig streamben, hogy senki nem segít neki. A kamerák még nem kerültek elő. Don't do drugs, Kay. Ooh, nehéz estén volt. Ne drogozz, okay? We can't fit a hospital on a 10-ton Mars lander. How do we get around this? Nanocells. Okay. Stem cells interwoven with nanotech. Once inside a host, they migrate to the site of injury. There, they regrow bone and generate extra blood to help catalyze the healing process. Tehát a Mars sem fognak tudni, hogy ilyen kórházat építeni, blablabla, úgyhogy ilyen nanotechnológiát használnak arra, hogy begyűjtsek meg az embereket.
Hopp, elkezdte kamerázni. Hopp, hopp, na ez már közelít a valósághoz. This is, of course, just a mock-up. The real nanocells are still in development and securely back in the complex, but once they're ready, we can begin regulated human trials. Aha, az első a pause. De... nem tudom, mennyire lesz pause, ez inkább egy másik felület. Azt látjuk, hogy milyen kapcsolatunk van a karakterekkel. Illetve a Choice-nak milyen értékei vannak. Érdekes. Having treated victims of chemical attacks all over the world, gyógyítottunk embereket, I know that nanocells can be miracle tech. Kemikai támadásnak a zárzatével váltak. What the fuck? Biztos ülnék, hogy tovább egy éve gyugi. Azt is tényleg vad volt ez a buli. Hova vagyunk itt? Nem akarok fogadni. De lehet, hogy a Choice jön miatt rottyant be? Gyógyszer miatt? Amy, you need it urgently. Amy, szükség van rád. I have some serious concerns about this. De van egy pár kétségem e felől. Before my employer invests any more capital, she wants some answers. Amy, it really can't wait. Oké, szóval... ez a pause opció, ez nem jó, és kacka, ez ugyanolyan, mint az escape. We need to get... menjünk, vagy hallgassuk meg még kérdéseket. Tudunk erről szavazni? Tehát a lényeg az, hogy bejött ugye a titkárnő, gyorsan azt akarná, ha vele tartanánk. Volt is tudom, hogy a beteg Choice miatt, aki ugye a metron volt. A többieknek még vannak kérdéseik ugye ezzel a gyógyszerrel kapcsolatban. Hallgassuk meg a befektetőket, akiken ugye ez az egész áll vagy bukik. Vagy pedig menjünk és nézzük meg, hogy mi ez a hirtelen. Mi az, ami miatt hirtelen mennünk kellene? Döntsek, vagy inkább döntsek én? Döntsek végén a játékban? Nem tudom, hogy lenne a legjobb, nem a legjobb a pauz opció, az biztos. Menjünk, go! Az S-betűt próbáld, hisz azt írta a game. Megnyomtam az S-betűt is, látod, ez történt. Inkább döntsek én? Jó, inkább döntök én, oké. Okay. Na figyeljetek, én azt mondom, hogy menjünk. Let's go. It's an emergency. I have to go, but please stay and enjoy the wonderful hospitality. Let's go. Okay. Nekem mennem kell, de élvezzétek a vendégszeretetet. On the scene immediately. The scene? What happened? Hát igen, akkor mennünk kell a metróra. It's already gone viral. Viral ment a cucc. I'm ruling out food poisoning. She has other alarming symptoms, we've been told. Naturally, everyone's crying terrorism. A suicide bomber with a malfunctioning bioweapon? We need to get her to the complex. But why is this our problem? Because she's one of our interns. Oh, az ő egyik emberük volt. Ilyen diákmunkás szerűség. Thank God you're here. Attól félek, hogy bioterrorizmus. Excellent quarantine work. I'll examine her back at the complex. And we were waiting on your word before moving her. Get a single person drone or ground happiness. The drone will get her there faster. But it's more dangerous. If it crashes, then whatever's inside her, it gets out into the public. It won't crash, it's Kensington Tech. Use the drone, Amy. A drone használjuk, hogy a mentőt. Figyelj, én használom a drone simán. Használjuk a drone, de már ilyen technológiáink vannak, akkor használjuk őket. Drone, don't fuck it up. Okay. Ezek után ez van a drón, én elájulok. What else do we know about her? Nothing yet. Mit tudom még róla, még semmit? Let's get back to the complex. Még vissza a komplexumba. Attól félek egyébként, hogy ez van a drón, és kiesik a csomag, ugye a Choice, akkor mindenki megfertőződik. Valószínűleg itt is több ending van, ja. Ja. Sajnálom, Gergő, szerintem senkit sem érdekel. Ilyen karanténba kéne menni boltba? Az autóban esetre szélesebb? 9 endingje van. Ez kemény. Okay, foglald le magad.
Ja gondolom, ja. Aha, Buddy's my renegade. Well, the prospect of losing a friend in a strange country. I can empathize with that. Spara. Today we need all your field experience, Amy. Time to roll back the years. Say that again. Passatodra. You've got to be kidding me. It's been a while, Dr. Wakefield. You got here fast. Well, there weren't any blood vomiting ladies on my tube line. Reese Wakefield? Ez az orvos, aki ezt az egész technológiát fejleszti? Let's walk and talk. Van egy olyan érzés, hogy itt valami ex-barát, ex-barátnő hangulat lesz. Valószínűleg ott már volt valami kapacs, aztán tudod. So, which legend fed the media the anthrax rumor? I need to take this. Was it her? So, do we have a name yet? Claire Mahek, she's one of us. Inside job? No, she must be acting alone. Why else would she take the tube? Well, Uber doesn't offer a getaway car service yet, so... Look, if we consider the hysteria might actually be valid. What, terrorism? I highly doubt it. Perceptive as ever. Hey, Amy, look. I promise, I didn't know you still worked here. If I did, I would have stayed away. Look. Why are you skydiving? Or bungee jumping? Or whatever it is that you were up to? Because I'm passing through London. I checked my Twitter feed this morning, saw something I could help with. Plus, Kensington wants my expertise again. Well, she already has my expertise. I'm not disputing that, nor am I apologizing for the skydiving. Guy's got to live. Ki miért van itt? Nem szimpatikus a csávó? And if you could come back and let me know your decisions. Okay, thank you. You didn't want to run this by me? Two lifesavers are better than one. Reese Wakefield is a deserter. I know he's let us down in the past, but people change. Emily did due diligence too. Come a csávó már magunkra hagyott egyszer minket, megszivatott valószínűleg. Hey, guys, can I just have 5 minutes? Just need to use the gents. Kér 5 percet, hogy megtekerje a pitont, vagy a siklót. Kövessük őt? Can we go, please? Menjünk utána, nekem olyan nekül, hogy a csávó miben ügyködik. Valószínűleg valami csiki-csuki van. Still hides behind bravado when the stakes are high. I fear they're higher than we know. Húgos a csaj, nem? Hát nekem annyira nem jön be a hölgy. Nektek ennyire bejön? Dobjad magamra hangot? Elkezdek kiabálni, jó? És ott dolgozott ebbe az Alfa laborban? Security Lab Alpha. Spara. Azért ott jött minket a sátorban. Jó, hogy ez ő volt, kajak. Ez ő volt, aki ott jött minket a sátorban, ez a csávó. I mean, nothing leaves or enters the lab without us knowing about it. Semmi se jön be, vagy megy ki a laborból, anélkül mi tudnánk róla. You just get the nanocells, otherwise our life's work's gone. All of the nanocells are inside of her? It was a master batch. No duplicates were made. Good luck. Okay. Tehát ez az egész technológia, ez valahogy a csajba került bele. What the fuck? És lemaradtam valamiről? Mi ez, hogy a csajba van benne? Oh my god, you guys are serious about your fashion. Yeah, no more frumpy hazmat suits. Pressure suits? You'll see. All right. Tehát öltözhetünk a csávóval, miért is te értetem ezt? Belefér! Better changing facilities than in the Congo, eh? Jobbak itt az öltözők, mint Kongóban. And Kindar. Mint Kindárban. Rákukkantunk? Persze, hogy rákukkantunk. Ó, de ő is nézett éppen minket. Oké. Lesz valami pitty-putty, csak idő kérdése. Lesz valami pitty-putty, az fix. De várjatok, pár azt mondtátok, hogy túl halk vagyok. Úgyhogy lejjebb veszem még a játékot egy picit. Tehát fel kell, hogy hangosítsátok majd a streamet, jó? We're going into space. Az űrbe megyünk?
vacuum conditions active. Something like that. Vákumba vannak csutkán. This vacuum acts as the last line of defense to prevent microbes from escaping the lab. The lack of air makes it sterile as hell. Well, that's great on a microscopic level, but it could do some physical... Ez úgy durva lehet. Barriers. How long have you worked here again? Hát beszélgessünk vele. És nem tudom pontosan, mi történt ott a sátorban. Yeah. Mivel kezdve mennyi ide dolgozunk itt? 4 éve. Just thinking about some of the stuff we saw. Magadtam azok a dolgokat, amiket láttunk. It wasn't just skydiving. I needed a reset. Try new things. Gyere, gondolt, hogy lelépett? Lelépett Learn teljesen? Anything that could help us today? Hope not. Még érdekes a zöld háttér. Nem az automata lejár az idő? Most picit halk lett, igen, most még nagyon halk lett, de ez amiatt van, hogy ugye konkrétan most ugye a izébe vannak. A vákumban, tehát nem is nagyon kéne, hogy legyen hang. Vacuum conditions inactive. Így mentek be abból a laboratóriumba. De úgy látszik, ez a dolog mégsem ér olyan sokat, hogyha ennek ellenére a csajci ki tudta hozni a genyót, a betegséget, vagy mint, és nem betegséget, hanem ezeket a nanoszelleket. Dr. Thomas Malkin, Dr. Everly North, this is Dr. Reese Wakefield. He'll be assisting us today. Cool pony cell. Let me take you to her. Yeah, I'm taking a kink of choice. It feels like we're at the center of those dolls that go inside each other. Matryoshka dolls. Ugye ez itt a Matryoshka babájba lenne. Russian, aren't they? So what's your story then, Malkin? I wanted to assist Dr. Tennant since I saw him talk at the plane summit. Az Isten akarta a choice it. Matters in stem cells. Ezért van itt. Szóval valamilyen technológiát akart ő is nyomatni. Holy shit! It's attacking the bone structure. We've never seen anything like it. Csontjai támadta meg a cucc. Blood under the microscope. A mikroszkóba van vérminta. Lecsekkolja a csajzi. Atya ég! Hát ez... Azt a minden itt! Jó ég! Guys, this is my tech. The nanocells inside. Ez ő technológiája. Nanocellek vannak benne a csajziban. There's no pulse switch, so they're just coursing through her body, producing excess bone and blood. But how could she have contracted? Összevissza megy a testében extra csontot, vért generálva. She was for 2 minutes once they're exposed to air, and she didn't have the authorization to access them. Someone's put them there. No, leave it in, Claire, you need it. Feels fucking weird. You a terrorist? Be a terrible one if I was. Terrorista vagy? Szörnyű terrorista lennék, hogyha az lennék. What's Mina? Terrorist organization. Will you stop that, please? Look, how many times have we seen a lone wolf release pathogens into the air? Nanosols aren't airborne. They can only be transferred via blood-to-blood contact. Okay, ez a cucc csak a vérből tud átmenni. Másnak a vérébe. Answer call. Nem terjed a levegőben. Szegényt ebből megváltolják terrorizmussal. Tell me you can retrieve our nanocells. Not directly. We'd need to extract a large blood sample to keep them active. Okay. From there, I'll use that as a roadmap to recreate the master batch. Ez az, akár megmentsük ugye ezeket a nanocelleket. She has plenty of blood to spare. Ez rengeteg vért kell kivegyünk a csajszóba. Her new bone matter is consuming her body's resources at an accelerated rate. If I remove that much blood in one go, she'll die. And if she dies before you extract her blood? Without a living host, the nanocells will just dissipate. Au revoir, nanocells. Okay. So that's either way, she dies. Okay. But you should make that choice. Amy, we're going to have to go for the option where we retain our asset. No, I can't just. I'll get back to you. Mi azt mondta, hogy akkor ez az opció, hogy megkalocsoljuk, és hogy kiveszik a sok vérbe belőle. What should we do, doctor?
Benne hagyjuk is paralelt, akkor azt mondja a csajzi, hogy akkor válaszok azt, hogy kinyit van. Set up for a full blood diagnostic. There has to be a way to get the nanocells out of her safely. Wake, biztonságosan kiszedi bele a nanocelleket. Dr. Wakefield, please replace her IV. Önök azt mondja, hogy neki kiírjuk a csajt. Sure thing. Dr. Tennant. De nekem eddig a főnök tűnik gonosznak. Gyanús, a főnök asszony. Need to replace this, okay? Jó, cserélje. Don't bite me. Harap meg. Whoa! Fuck. Shit, sorry. Not rusty. Megszúrta saját magát? Hát akkor csúcsú. Akkor átment belé a cucc. Don't go anywhere. Megmondták, vérből vérbe megy a fertőzés. Vagyis hát a cucc ugye. Hát akkor ennyi volt. Megszúrta a saját kezét, csúcsú van. Csajnak nem szól róla. Who delivered this crate? Oh, it was here when we arrived this morning. Jó, azt ide ezt a dobozt. Well, it's in the way, it needs to be moved. Vére kell raknunk. Hívjuk a csávót, aki megvágta az ujját. Hát, kiderül. Sérült a keze. Hívj már ide! Wait, Dr. Wakefield! Can you move this crate, please? Direkt csinálta szerintem. Yeah, I'm working, man. You do us a favor. Still gotta deal with this. I'm in the middle of this. Cheers, fella! Mi nem törli le a kezét, vagy valami? Hát meg sem szúrta magát amúgy sem. Hát csak az a csaj szívére volt? Dr. North! Dr. North! Az ember megpróbált megemelni a boss. Sorry, szétment a válla egyből. Mindig hívja az idős nőt. Oh, az kicsit sem volt akkor gyanús. Dr. North? It's not personal. Aszpara! De kell nyírni egybe. Csinálj már valamit! Jó, én! Breathe! Így fogad fertőződni? Ja, egyből a nőszi csekkoljuk le. Dr. North? Dr. North, George, stop me. Nem tudom, hogy Dr. North túlélte. Valószínűleg egy kicsit kivett az arca. We're gonna save you, okay? Hogyha nem rohan be hirtelen 20 darab security guard. Szóval ott minden mögött mindig az oroszok állnak. And there was something off about Malkin. What kind of a scientist has a fucking ponytail? Te vagy gyanús a csávó. Ilyen tudósnak való farka. Oh, thank you. You're fine. Oh, is Claire all right? I'm currently the safest person in this room. Okay. Good enough for me. Yeah. Why are we in lockdown mode? It's detecting the poison from the acid bomb. It won't be in the air for much longer. Thanks for that. Okay, tehát teljesen lezárodott az a laboratórium, akkor ezért jöttek a security check. Call Natalie Kensington. Hívjuk a főnök asszony. Emily, where's Natalie? There's been an incident in the lab. Yeah, I can see that and the biosecurity's kicked in. I need Natalie on the line right now. I don't care who she's with. Yeah, okay, she's in her office. I'll call you right back. End call. Hogy kell érni a nőcit? Véres kesztyű az a fogja sebet? Lehet. Szerintem az a másik kezén van, de lehet, hogy nem. Ez a csáó így is be fog fertőződni. Mindjárt szívünk Claire, nem is ahova. What the
No first aid kit. Blood needs to come out one way or another. Nincs first aid kit, tyúk a... Az ország top laboratóriumban nincs egy first aid kit. Pofozzuk meg. De próbáljuk ki azt, hogy megvár-e a döntéssel. Megvár a játék, jó. Jó, mondjuk neki egy viccet? Szerintem üssük meg. Egy, ez jó technikának tűnt. Akkor kellett volna pofont adni, amikor húzta ki a kést. Cold. És se szabad kihúzni? Hát nem tudom, hogy inkább a PhD doktornőbe bíznék. Bíznék. No, no, kettő szívem sebet. Ebben lesz. Did you hear that? Yeah. Hallottad ezt? Mi volt ez? Keresik a fertőtlenítőt szerintem. Hát a víz az nem lesz elég, szerintem keresik a fertőtlenítőt, miatt miattam kinyit fel a csávon. Wait here, I'm gonna go see if there's something in the intensive lab. No, Emmett, it's fine. Look, we need to figure out what the fuck is going on. Igen, de nem tudjuk, hogy mi a fele történik itt neki. Azt nem akarta volna a fertőtlenítőt a csávó. Hát lehet fölösleges volt. Mert nem fog valaki hátba támadni minket. Ez a csaj is online szerezte a doktorit. Hidrogén peroxid? Hello? Hello? Can anyone hear me? Persze, hogy menjünk Claire-hez. Amy! Vagy mi? Doktornőhöz. Just a sec, Reese. I thought you'd gone quiet over here. Your nanocells don't like you. Yeah, since the doctor. Well, I did mold them in my image. That makes sense. Bunch of mini controlling bitches inside me. Ooh. That's scary. Ez szerintem ez egy kicsit feszülős volt. Tehát konkrétan leoltott minket, hogy milyen irányítóak vagyunk, ilyen parancsolóak. De most lehetnék vele együtt érző, de nem szeretem, amikor belém állnak. You reap what you sow. Your actions are the ones that got us into this mess, and all you've done is mock us. Fuck off. You have no idea. All right. I'll get round to you when I can. Ooh. Na most mi van? Most te magyarázol? Halló? Most nincs tovább? Ez a szép körmei voltak. Just like Yemen. Don't remind me. Teljesen olyan, mint Yemenben. Emlékeztes. Valamit volt valami kis pitypót, tudod? Valami kis csiki-csuki. Fallen? No. That came from the void. A vákum felől van valami hang. Ja, a Timi próbál bejutni. Ő kiragadt. What the hell is that? Miért nem hívott még vissza minket a főnök asszony? Is there any security cameras we can check? On the computer, but I don't know how my assistant did that. Would you mind? Security kamerákat le akarná csekkolni. Thank you. These are the security cameras in the void. Huh? Shit on the IRA. Your neck bells are back. In masks? What's the rumbling though? Sound doesn't travel in a vacuum. Shit, they've deactivated the vacuum. Deaktiválták a vákumot. No prizes for guessing who the brains of this operation is. God bless those security walls, eh? That's the thing, you're gonna get the stack. Oh, they're gonna make one fast This is impossible. They would need unprecedented access to our security systems to be doing this. No, come on, fellas, I'm gonna ask you to make it quick. The better you're gonna get me. I'm gonna take it quick to the Bayut need, oh yeah. That's the one, okay. Bejutatta ide azt a mérget, meg ezt az orosz csávot.
Sıtma fönü kost söylesin. They're her dumb cavalry. Look, they're Kandarian too. I knew you were part of something bigger. Wimpers all together because they have the same features. Big eyes and big lips too. There's a kitchen Kandarian. The divisions in my country are complex. Those bunch are not from my team. Okay, tehát ugye polgárháború az országában, és valószínűleg vannak, akik ugye terroristában nyomják, valakik meg jó emberek. And now they're fucking with us. Figyeljük őket. Amy, what's going on down there? You've been infiltrated Kensington. Dr. Malkin was a plant. Thanks to him, Dr. North is dead, and so are my dreams of becoming a professional footballer. But you killed Malkin. Yeah, how'd you know that? Emily checked security footage from the lab. I mean, does privacy even exist around here? There are three masked intruders in the void, and they're armed. They've deactivated the vacuum and bypassed the security wall. I'm still alive. Make sure she knows that. Biosecurity is still enabled, so you are safe no matter what. Well, unless they open the door with that magic laptop. I'll get on to this intruder situation. Persze, hol vannak a rendőrök? Hol van az FBI? The poison from the acid bomb has dissipated and the bioprotector is containing Claire's infection. It must be detecting something else. The safety of London is paramount. We can't risk a bug getting into the city. Amy, you need to extract Claire's blood, especially if the intruders have come for her. The nanocells cannot fall into the wrong hands. Oké, okay, tehát akkor már azt mondtad, hogy vegyük vért a nőtől. No! Wow. Still can't Pőrik azt, csak azt akarja, hogy meglegyen she's ugye responsible for this. That makes no sense. We're her only hope at retrieving the nanocells. Yeah, she's gonna let us extract the nanocells and then kill us by gunfire. Wow. Bleak much? All right, look, Parker Kaplani designed this lab, right? Do you think he built an escape route, a back door, anything? I don't know, we'd have to ask him ourselves. Yoo-hoo! What now, Claire? Can you move the dead people? Persze, ezt a kanály kicsit eltüntessék a hullákat. Glad that she mentions it. Oké, okay, tehát aki abba, aki ugye megkapta a betegséget, alapvetően Choice, ő lesz a vicces karakterünk okay a sztoriban, ezekkel leszek a szerelmes, ez lesz a románc a sztoriban. New skills I was telling you about? Well, advanced computing is one of them. Programming, coding. Hacking. I prefer the term unsolicited browsing. Oké, okay, közben kiderül, hogy yeah, no, hacker is a csávó hacking szerencsére. Hogy valószínűleg meg tudja majd csinálni a számítógépet, amit meg kell. But I find that a bit... Yeah. Let's access a camera. Give it a little listen. This is how scientists get killed, you know. Where did you learn to do this? If I told you, I'd have to kill you. Wait, she's got nothing to hide, what's the issue? Nincs mit titkolnia, mi a problémára? Mi a problémája a csajnak? Ja, persze, hekkel csebe tesó, hallom. Kukucskáljuk meg a dolgokat. The three intruders in the void have managed to lock every lift and door giving us access down there. Nem tudunk lemenni. Whatever they've done has caused electrical blips throughout the entire building. There are questions. Have the security idiots announced an upgrade gone awry? No one can think this Claire situation's any more serious than it already is. This seems planned, Natalie. Emily, please! Two people are trapped in that lab with our prize asset. They are our priority. Announce the security upgrade. Nagyon érzésem, hogy inkább csak az asset az, amire nagyon vágyik az anyuka. Better clear the airways in case she calls. Who could the traitors be working for? Kinek dolgozhatnak az árul? That's the original. Kezdjük meg az eredetit. Ugye az ember tovább is úgy van bele, hogy a Chelsea az áruló. Szóval ugye ő volt, aki először megkapta a cuccot. Claire. Szerintem, ja. Amy. What do you and your friends want? I'm not an espionage mastermind. They aren't with me. So okay, how did all the nanocells end up inside you? Megijeszt az, hogy nem bele vannak ezek a betörő arcok. Isn't that totally obvious? You should listen to Professor Xavier over there. About what? Kensington. So she put them in you? No. Not me. Oh
körszáv, akkor engedjük, hogy szenvedjük, hogy neki morfiumot. Adjunk neki morfiumot. Ez játék, igen. Uff, para. Thank you. Seriously. How long have you been at the complex? Mennyi ideje vagy a komplexumban? A year. Egy éve. We've always had passing conversations on higher floors, but I don't think you remember. Ja, hogy régen még beszélgettek is, de azt gondolja, hogy nem is emlékszik rá, csaj. Mindig ebben a laboratóriumban akartam dolgozni veled. Here we are. Hát most itt vagyunk. Claire, come on. Már Claire. Just tell me what's happening so that I can help you. Valami mi történik, és akkor segítenek neked. Megszerezték mind. Mina. Who's Mina? Ez a Mina. Claire. Ajaj. She's about as useful as a chocolate teapot. Vegyük fel. More cryptic bullshit. Answer call. Guys, you were right about the intruders. They've sabotaged the system and have electronically barricaded themselves in the room. Yeah, tell us something we don't know, please. How are they bypassing the security system so easily? Kensington Corporation stock plummets amidst links to... TV off. Ooh. Rescue plans are being made. Well, have you contacted Parker Kaplani? He designed the labs. He'll know how to get us out of here. We've been trying, but he could be anywhere on the planet right now. Parker has no compunctions about who he builds labs for, as long as it pays quote. Excuse me. Ne engedjük, hogy lerakja. Emily, wait! Please! Ott az Emily a belső sebben? Give us something, help us. Segíts nekik. Dr. Malkin, the three intruders in the void, Claire. Dr. Malkin. They all infiltrated the complex expertly. Another country in the space race? Nagyon profiként törtek be. Possibly, but they might be trying to steal the man itself. Próbálják megszerezni a szelleket, tehát próbálják elpusztítani. Próbálják azt az embert megtalálni, aki ezt a laboratóriumot ugye készítette. Hát, ha valami kiárat. Majd is csinálok, hogy a fenn nekünk saját ötletekkel kell előállunk. Is there anything else you can do in the computer system? Ami bármit a számítógép rendszerbe tud csinálni. Communication lines, get in touch with Parker's clients. Amikor ezt is valamit hackkelni. Awesome, you do that. I'm gonna look for a way out of here. Oké. Ajjaj! I think the air is getting stale down here. No, that's impossible. Even in lockdown mode, there's always a steady supply of oxygen. Nem hiszem. Lehet, hogy nincs rég oxigén, vagy pedig a csávó megbetegedett. Ez a két opció van. Nem tudom, mennyire lehet ez betegségnek hívni, mert ugye ezeknek a nanoszelleknek ezzel a lényegük, hogy ugye meggyógyítják a testet, csak ugye még nem volt kész a cucc, még nem készült el, amikor a csajszóba bele rakták. Welcome back, Sleeping Beauty. I need something to get me past that vent cover. Yeah. Lássuk. Ezt ki lehetett csavarozni most nagy. Még azt kellettem, bácsi magasabb lennék. Jöjj meg a csávót, hogy rakjad a nyakába. Ja, mondjuk a lába ez egy picit rottyom van, az mondjuk necces. Hey Mitch, you need a hand? Szükséged van egy kézre? Szükséged van segítségre, bocs. See, even with one leg, Wakefield is the MVP. Hát még egy... vanishing person? Még egy lábban is én vagyok az MVP. No, I'm proud you've gone some whip, come on. Okay. Nem lehetett volna egy másik székkel, ahol nincsen egy ember, akinek megszúrták a lábát? Jövett. Egy üres szék kezdemet van. Good, yeah. No, yeah. Jól csinálta a csávó, így kell ezt. Let's take a video. Got it. You going in or not? Let me set you. Ready? Yeah, three.
1, 2, 3. Vagy valaki ebből megszólalt a csetet. Nincs segge a csajnak! Ja, persze. Ragadjuk meg azt az egy dolgot, amit meg lehet ragadni, hogy negatívak legyünk. Igaz, fiam? Igaz? Eléd áll ez a csajszés. Mindegy. Hagyjuk is. Reese, the vent continues behind the oxygen tank. Vigyázz, bánál, haver. Várnád a feladatokat. Only one way to find out. Hát csak óvatosan, persze. Csak nem robban az arcunkba, érted? Nem tudom, hogy ki hagyta ezt itt randomit, meg mi ez, de... Még valami piros világít rajta, lehet, hogy ez valami bomba? A pop egy léze? Oh. What the fuck? Milyen a Mission Impossible? Oké, okay. Sikerült túljutni a remek hír. Ott a fedél be fogsz ragadni. Valami van egy kicsit távolabb. Ilyen fene, itt már történt valami. Ki raktál? Ő is megvágta az ujját. Ajjaj, akkor menni fog tovább a cucc. Mindenki vérzik. Viszont, hogy az eredetileg így néznek ki az helyiség. Lehet. Ez a kindáról érkezett csomag. Óvatosan. No. It's quite cute, matching wounds. Yeah, man is slightly more aggressive. Bit, okay. So, yeah. Anything else of note up there? Just a storeroom full of broken glass and. Csak egy raktár helyiség tel is tele törött üveggel. Ennyit látott. Ajaj. Egyre közelebb jutnak. There's only one wall left between them csak and the lab door. Válaszja el őket. Please tell me you got hold of Parker. Negative. I got hold of the CCTV footage from the past 24 hours. De sikerült megszereznem a kamera felvételeit 24 órával ezelőttre. See if there's anything helpful. Roger that. Ha, szóval ő hozta be a cuccot a labból. Fucking sneaky bastard. Sunyi. Wait. Claire got access to the lab? Bennek van hozzáférés a laboratóriumhoz? Is that your master batch? Oh. Ott van a cucc. Betsz, how did she get that level of clearance on her ID card? Hogy csak jött ilyen hozzáférés szereznie? Személyazonosítjuk kártyára. Wait, you injected yourself? Why didn't the lab shut down? The nanocells need time to diffuse in the bloodstream. I was able to get out of the complex before feeling the effects. Hogy jutja a laborból, mielőtt érezte volna az effekteket. Jó, jó volt, aki itt mindent széttört. I destroyed all the duplicate nanocells too. Tökéletette az összes másolatát. I didn't authorize any duplicates to be made. So you were just stealing the master batch for employees to replicate. Who was it? Was it the Russians? No, I was heading to MI6. MI6 has akart menni. Oh, fucking impeccable timing as always. Okay, so Charles Yata mögött létrehoztak még több. Itt többet ebből az anyagból. Itt többet ebből az MI6-hez menni. Joycey. We got a hold of Parker. You're there, Vin Parker. I was already en route. I get alerted every time shit hits the fan in one of my labs. We also have the identities of the three intruders. Megvan a személyazonosság, a három betörőnek. These guys. They're from last year's batch of Kindarian interns. Sweepers, like Malkin. Yeah, guys, there's one security wall between them and us. What have you got?
Egy biztonsági fal van köztünk és köztük. Mi legyen az? Mi legyen? I need 10 more minutes to study these blueprints. Get me 10 specs. That lab was built to contain world-altering alchemy. So excuse me if back doors weren't part of my thinking. Okay, the teach. Enkosh. Reese. What? Do you want to listen to a fucking bullshit about nanocells again? A teach titkos kiárat. Think without all that shit. Get 10 specs, a csávó átnézze a dolgokat, és akkor... Hop. What the fuck? Van nála egy USB? I didn't want to hand this over. Nem akartam ezt átnyújtani. It's not meant for you, but... Szent neked szánták, de leszarom. You need to see the truth. Láthatok az igazságot. Kensingtonról és Kindáról. Mi ez? Csak nézd meg. Careful, Amy. Voltosan, Amy. Mindig. Szerintesen be van durran, mert akkor lehet, hogy mégiscsak terrorista volt a csajszi, ne? What the fuck? Na jó, tartsunk két perc szünetet. Beszéljük meg, hogy mit láttunk eddig. Beszéljük meg, hogy mi történt. Valaki a chatre össze tudja foglalni, hogy mi történt eddig? És talán akkor azoknak az embereknek, akik kicsit később csatlakoztak be, és tudunk segíteni azt jelenti, hogy mi a helyzet. Nagyon röviden. Ez a doktornő, aki a főszereplő, ugye létrehozott egy ilyen nanoszelt, aminek az a lényege, hogy meggyógyítja az embert, ez a technológia azért kell, hogyha megyünk a Marsra, a britek mennek a Marsra, akkor ott neki ilyen kórházakat létrehozni, hanem hogyha bárkinek bármi baja van, legalábbis nekem így jött le, akkor ezeket a cuccokat megkapják, és ez a nanoszelt, ez meggyógyítja a testet, ez a cucc viszont eddig még nem volt kész, és még nem készült el, de valakik, valamik beadták ennek a csajszínak, vagyis ő úgy tűnik beadta saját magának, és akkor jönnek közben itt, tehát történnek ezek a gyanús dolgok, amiket most láthattatok, ugye betörtek a laboratóriumba, megpróbáltak kinyírni az orvosnőt, illetve hát láttuk, hogy maga a csajszí volt, aki megpróbáltak kicsempészni, és az MI6-hez eljutni ezzel a cuccossal, ezzel a dologgal, amit beadott magának, ezzel a valószínűleg. Szóval lássuk, a csajnak nincs feneke röviden, oké. Röviden van egy szer, ami fertőzik véren keresztül, laborba belettünk zárva, a csajnak nincs segge. Oké, rendben van. Voltolták a rendőrséget. És pedig a betörőket, igen. Ők is itt dolgoztak egy évvel ezelőtt, a három bűnöző. Most jöttem meg, most van vége? Nem, most itt találtunk egy két percet, amíg összeszedjük azt, hogy mi történik. A legfontosabb részleteit a történetnek. Amúgy Chris a Chelsea széttört a duplikációkat, és a főszereplő ráesett, és azzal vágta meg magát, nem? Hát ja, de hát már konkrétan le is köpték őt vérrel, szóval. Meg az is érdekes, hogy a Chelsea nem is adott engedélyt arra, hogy duplikációkat létrehozzanak ebből az anyagból egyébként. Tehát látszik, hogy a függöny mögött sok minden történik, amiről a főszereplő csaj nem tudod. Úgyhogy ja. Jó. Valaki még valamit hozzá akar fűzni a sztorihoz? Betörők azok, akik megbeszélésen tartották a pezsgőt. Nem, hiszem... Mármint, hogy mire gondolsz, hogy hozták a pezsgőt? Mert szerintem azok a betörők, akiket láttunk megérkezni három csávból még a legelején, amikor bejöttek a laboratóriumba, és ott beszéltek. Fertőzött már az Évi is? Oké. Okay. Jó. Na jó, akkor megyünk tovább. Oké. Okay. Én is szeretlek. Two files. Kensington and Picnic. Which one do you want to watch? Kensington, tesó!
Tudni akarok mindent. Még a piknik az... Hogy ez kiderül, akkor a United Nationsnek fogunk felelni. What's the problem? A probléma. We quashed uprising villages, and you got human trials to assess your technology. To burn one stone. Oké, ezt mondta, hogy a főnök azt is benne van. Három teljes falu. Need not know how the data was acquired. Tudósítanak neked, tudja, hogy hogyan szerezzük meg az információt. Supreme Raider. You are the same. Oké, okay, diszkréció ember, és azt mondjuk, hogy te is az vagy. We will. Oké, okay, tehát embereket nyifantottak ki, mint az állat. Az én elmém azt gondolom, hogy arra gondolom, mint a tiéd. Csak meg akarod nézni a másik videót? Sure. Tudtam, benne vannak. Mindenki benne van. Mindenki próbálja... Look, look! You've forgotten the wine, but remembered your phone. Typical. Mina's mad at me these days. Well, I'm sorry I forgot the wine, okay? Yeah. Brought onion bhajis, egg mayo, tomatoes. Claire takes too many selfies in London. Tehát túl sok selfie csinál Londonban. Look, I'm showing the surroundings. Bemutatom a környéket. Look how pretty this grass is. Come on, let's take a picture. Look at the camera. Smile. Jézusom! Itt kihívfantak. What the fuck? Mikor haltak meg, mi van? Jézusom! Imádom az ilyen chat reakciókat. Mindenki, hogy megijedt. De várjátok, lemaradtam a sztoriba egy picit. Ők mikor haltak meg? Ők most kik voltak? Meg nyilván nekem úgy tűnik, hogy valami rokonok, de ők... Meg honnan volt ez a... A videófelvételben voltak ezek a képek? És akkor mi ezért láttuk ezeket a képeket? Vagy pedig ez egy emlék volt arról, hogy mi tudjuk, hogy ezek már halottak voltak. Hátravágottam a székből, papi. Nem mondta senki, hogy ez horror game. A falusiak? Ja, hogy ők a falusiak. Három falut legalább elpusztítottak. Csaj családja, amikor korábban ez a csajnak egy emlék lehetett. Mm-hmm. Oké. Okay. Családja a faluban, vagy kifasz, bosszottak állni? Kinderjei kormány, Natalie Kensington. Kísértezett ezekkel a nanoszellekkel az embereimen. Szóval sutyomba! Mentek a kísérletek! A falu, a szüleim, a nővérem Mina. Megölték őket, mert ellenálltak a diktátor. Igen, ez Natalie pedig ugye lemásolta ezt a fő... And you were taking all the evidence for MI6. Jó, hogy az MI6-hoz akart elvenni bizonyítékokat. Now the Supreme Leader has activated a sleeper cell in the complex. Ami alvó. To cover his tracks. Yeah, not to mention Natalie's. Ki ez a Supreme Leader? Why didn't you tell us this before? Mire mondtad ezt nekünk korábban? Nem bíztam bennem. Jó, tehát a lényeg, hogy a hátunk mögött egy csomó minden történt, ki vagyunk használva, mint az állat. Én azt mondom, vegyük fel, beszéljünk a főnök asszonnyal, hogyha már tudjuk, hogy miben sántik el. Oh! We need to take a minute and think about this, okay? Várnod kell egy pillanatot és átgondolod a dolgot, oké? Okay? Rendben, meg igen. I know a rush decision when I see one. Látom az elsőtő döntést, amikor látok egyet. You're not gonna expose Natalie! After what you've just seen! We need to deal with our current predicament. Jelenlegi helyzetet kell megoldjuk. I really need the toilet again. El kell mennem a mosdóba. Ez gyanús. Gyanús! Would you believe this isn't the weirdest place I've taken a ship? Képzeld, hogy ez nem a legfurább hely, ahol kulázok? No, no, you're fine, you're spared. I'll be sitting outside. Okay, okay. The fuck? Hey, if we get out of here, will you quit like you said? Pass. I never thought I'd have to answer that question. Oh, you do the right thing, you always do. A habit I wish I had.
Well, it might have rubbed off on you if you'd stuck around. Why'd you leave, Reese? Ett lépte erre. Reese. The absurdity. Az abszurditás. Not knowing whether saving someone was the right thing to do. Nem tudtam, hogy azt, hogy megmentek valamit a jó döntése. Vagy pedig egy életen áttartó fájdalomba sodrom őt. Túl sok volt ez nekem. Coward isn't the man for you anyway. Gyáva, that wasn't your call to make. Megfelelő férfi számodra. We were a team. Mi egy csapat voltunk. Hindsight's a bitch, eh? Heard of Mr. Cracking Fortnite in Eritrea. Várj, most az emberünk közben azt intézi a dolgokat? World tour you guys were on. Ja, tudjuk meg többet. Csávó az intézi, amit intézni kell? Vagy ott haldokig inkább a WC-n? Enough with the wisecracks, Claire. I'm not in the mood. I know how you feel, Amy. You lost people that you love. My feelings are trivial. Veszettél embereket, akiket szerettél. The sense of betrayal, I mean. Come on, give us a break. Elárulás érzése. I meant Natalie. Ja, Natalie elárult minket. Jó, hogy azt hitt, hogy a csávóra félsz. It was a dream come true, getting an internship here. Azt, hogy elkezdhetünk dolgozni egy államváltalóra. Kindára falujából egy kislány eljött Londonba. Itt dolgozzon, hogy itt éljen. Itt legyen szerelmes. Szokasztó történet. Az első napomban itt. Nagyon elkéstem. Azt gondoltam, hogy volt egy állomás a komplexumban. Turista ilyen cső térképet nézte. Ilyen elkészült állomást. Half built station. Félgépítettek egy állomást a komplexum alatt. We're so far underground, we must be right on top of it. Aha, szóval ez lesz, hogy akkor erre, ide így fogunk kijutni majd. Ezt a komplexumot ráépítették ugye egy ilyen metroállazatra. Yeah, you might be right, Claire. Thank you. Anytime. What did I say? We can't go across the void. Nem mehetünk át a voidon. We tried going up into the vents, but we haven't tried going down. Próbáltuk a szerőzőbe felfele menni, nem próbáltuk lefele menni. Tap the greens. You need an access point. We might have one. Reese is sitting on it. Okay, tehát a WC-n keresztül fognak menni. What do you have to know? I need something that will remove the entire toilet quickly. Kell valami, amivel le tudom szedni az egész WC-t. Chemistry erő, vagy pedig kémia? Szerintem megyen a kémia. Másik, mint kutyuma, hogy... Mikor bocskolt a kezedet. Not necessarily. Nem feltétlenül. Valamit nagyon rosszul folytanék, meg kérlek szóljatok. Próbálom egyszer figyelni a sztorit, meg fordítani, meg minden. The complex, so Tabitha Greens must be right below us. Yeah, okay, Amy, but there's a toilet in the way. Not for long. Eltüntetjük a mosdót. Amen. My favorite ever chemistry lesson was when we put a small piece of potassium in water. Oké, és potassziumot a vízbe rak, és akkor gondolom lesz egy nagy boom boom. I always wanted to see what a full block would do. De annyira nem volt kicsi. Oh, you are positively insane. Oké, pozitívan örült vagy. Várjál, aki most beteg csajsz, ezt itt adjuk? So now the big question. A nagy kérdés. How far below us is Tabitha Greens? Ennyire van mélyen, Tabitha. It's deep. Nem kéne itt hagyni a csajsz itt. I'll go check it out. Túl balondol, hogy metró neve. De mondtam is, hogy metró, nem? Dobjuk le valami nagyot, valami kicsit, dobjuk le Amy-t. Mit csoda? Szerintem... Szóval azért valami nagyot kéne beledobni, nem? Most így, hogyha picit dobunk le, az nem csak akkor a zajt, minél nagyobb a zaj, valószínűleg annál könnyebben tudjuk megállapítani a mélységet. Dobjuk le Amy-t. Ránéz a hullára, nem. Hey, Reese! Can you help me with something? Tud segíteni valamivel, Reese? Easy does it.
Should have used it. Halló! Hé! 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 Van itt valaki, aki helyettem kattingat? Ez mi volt? Fulcsút kell, nem az Amy-re nyomtam rá, bro! Esküszöm, hogy nem, azt nyomtam meg, hogy valami nagyot dobjunk le. Lehet, hogy vicceskedik a játék is úgy van vele, hogy valami nagyot dobjunk le, oké. Okay. És akkor ledobjuk a hullát, vagy ez most mi volt? Ez most hogy történhetett így? What the fuck? Várjatok. Igen, akkor külön mutatja, hogy kik azok, akik már meghaltak. Ők az aktív szereplőink. Tehát mutatja velük a kapcsolatot, valamint ugye a mi képességeink fejlődnek. Úgy látom, az őszinteség az nem nagy erőségünk jelenleg. Nem tudom, hogy ez hogy történt, sorry. Ébredt az öreg. Hopp! Az orosz csáv úgy látszik, hogy... Ugye? Nice, még rendben volt. Konkrétan... They're going to shoot their way in. Their bullets won't dent these doors. They were built to stand megsebezni ezeket a falakat. Csak the void's last resort defense mechanism is the kicker. When it detects a rogue pathogen, it generates a white heat flash to eliminate the threat. Szóval szerintem valami, nem tudom, white heat flash, fehér hő, villanás, technológiával fogja cuccot eltüntetni a labor, hogyha arra van. Guys, the intruders are almost in, and we know why they're here. Parker, what options have we got? Enough! Parker, milyen opcióink vannak? Elég! Parker was accessing the lab security mainframe for bypasses. We saw records of who gained entry in the last 24 hours. Ki jött be az elmúlt 24 órában? Someone else's ID credentials. Yours, Amy. Ú, Amy-nek a kártyát használtam. I've got my ID card right here. Amy didn't help me. Amy nem segített nekem. She's looking to your office and I copied her credentials of a computer. You're the liar, Natalie. You don't have a voice here, Claire. But we know about Kindar. Reese. We have proof. Lots. Most befejíti előtt, hogy tudjuk, hogy... The Natalie and Kindar's way of making sure that we die with their dirty little secret. We know that you hack your own security, Natalie. That's ridiculous. Yeah, your cybersecurity sucks. Even Reese hacked in easily. Reese has been hacking the system. He isn't an employee here, is he? What's your story, buddy? He spent the last few years bouncing between pharma companies around the world. A mercenary. Whose side are you on, Wakefield? Fokuszáljunk újra. You know what? Fuck this. Everyone, calm down. Nincs nyugodja le. All I know is that if they get in, the nanocells are gone forever. Natalie, please. Look, we aren't traitors. Nem vagyunk árulók. Help us. Segítsetek. Stall them, do something. Zárulót kérjük, hogy segítsen. Amelia, regardless Amelia, attól függetlenül, mit gondolok most egymásról. You're one of my closest friends. Az legközelebbi barátom vagy. Parker. Parker? So we're trusting these guys now? Nos, megbízunk yes, ezekben az emberekben? Can the void jam electronics? Negative. Could you reinitialize the vacuum? Two of them are wearing helmets. I can't. They've locked us out. Reese could. His computer down there is hardwired into the system. Oké, okay. Tehát vákon fogjuk újraindítani, még két csávon nincsen rajta a sitja. Oké, okay, tell me through it as fast as you can. Mondd, hogy csináljam, amilyen nyilván csak tudod. Help me! Segítsünk Claire-nek! Mentsük meg, gyerünk! What's going on, Claire? Mi történik, Claire? Something wrong. Valami nincs rendben. Úgy van, hogy folyik a vér a szemén. My heart. A szívem. Súlyos destabilizáció. Are you going to wear a mask? Nem veszel fel egy maszkot? Nem. I trust you. Nem bízom benned. És megint így pöh, mint te beköpni. Paragém, inkább lelépsz? Megértem, papi. Hmm.
Wow, egy hacker tényleg így dolgozik. Did Parker tell you how to turn the vacuum back on? Mondta Parker, hogy kapcsolt vissza a vákumot? Elmondta. Not so smug now, are ya? We're not out of the woods yet. Nem jutottunk az erdőbe. All right, they're still unlocking the door. One down, two to go. Nem veszik vissza a maszkikat. Fulladozik is. Elkezd lövöldözni a helyet, hogy a maszkát visszavenni. Lelőtte a másikat. És itt túlélte. De legalább nem a hackerért túl, nem? Natalie Kensington. Loki, answer call. Oh, thank God. We saw the lab door didn't open. Good work, Wakefield. Appreciate the guidance. Hát, mindig az ajtó, szép munka volt. It's really Natalie. There's still an armed intruder out there, Parker. What else do you have? Betrakododakint. I could go for Natty's internet, unplug the lab, plug it back in. That would kill lockdown mode and the vacuum for 60 seconds. You guys can then escape before everything initializes. Emily has a security team poised to handle the last intruder. Okay, that's a shit plan. He's standing right outside the door. Fucking security team of sprinters wouldn't make it down before he wastes us. Okay, that kids are like security emberek. Risk worth taking. They're like out of the security team. Whenever you get clear, what? Fuck, Natalie. Yes, I know it will kill her. She's gonna die anyway. Ooh, ez így megveri a csaj, de a csaj is meg fog halni. Feláldozza magát, hogy milliókat mentsen meg. Amy. Ja, Claire-ről van szó. We can't start over again. Nem kezdhetjük újra. This has been our lives for the past four years. Ez volt az életünk az elmúlt négy évben. We're not the only country trying for nanocells. Nem vagyunk mi az egyetlen, nem vagyunk az egyetlen ország, akik próbálják a nanocelleket létrehozni. Szörnyű vagy Kensington. Just take the blood, Amy. Time is running out. Deal or no deal. Lejár az idő. Alkú vagy nincs alkú. Na, itt az esélyetek, hogy szavazzatok egyet, legyen alkú, vagy ne legyen alkú, a lényeg az, hogy a főnökasszonyt, aki tudjuk, hogy összejátszik másokkal, egy egész falut pusztítottak el, csak azért, hogy ugye ez a technológia fejlődjön, és ugye a mi kezünkben legyen ez a technológia. Emberáldozatok jobbra, emberáldozatok balra, ez az egész szituáció azért alakult csak ki, mert ugye ez a csajszi, aki itt fekszik bent, ugye ennek elege lett ebből az egészből, akarta vinni az MI6-hez ugye a bizonyítékokat, illetve ugye magába fecskende ezt a cuccot. Na de most ugye a szituáció úgy néz ki, hogy újra kell indítani a rendszert azért, hogy ezt a fegyveres csávot megállítsuk, viszont ugye állítjuk a rendszert, akkor kifal a csajszi, tehát elég meleg a Peter, mindegy, lássuk azt, hogy dönt a chat, legyen-e alkú. Úgy látom, hogy a szavazatok egyik 67%-on a nem felé mennek, eddig még nem sokan szavaztatok. A chat tetején tudtok szavazni, eddig 620 szavazat van, 33%-nál áll az igen szavazatoknak a száma, 67%-nál nem szavazatoknak a száma. Közeledünk a 800 szavazat felé, lássuk, hogy ki, hogy fog szavazni, vagy melyik döntés kell, hogy válasszam. Megmondtuk, nem vagyunk gyilkosok. Emberek arcon köpte? Ja, no, nem nagyon bízott bennünk. Ennyi hülye, nehogy alkú legyen. Skacot, ne oltogassátok egymást, ez olyan, hogy mindenki azt dönt, amit csak akar, érted? Nem tudta, hogy miért tudod, hogy mi a jó megoldás? Ki tudja, érted? Ki tudja? Oké, viszont a többség fog dönteni, úgy látom, hogy 65%-a lecsökkent a nemek száma, ez viszont most már így, hogy átléptük az 1000 szavazatot, így igen, lassan vége is lesz, és itt a vége, 659 ember úgy döntött, hogy ne kössünk alkút, úgyhogy nem fogunk alkot kötni. End call. Vége a hívásnak. We
We're trapped in a corner here, Amy. Troubling solo by Amy. There has to be another way that doesn't involve killing Claire. We're trapped. Yeah, by Natalie. The lab's in lockdown mode because she ordered it. There's no other chemical threat outside of Claire's bioprotector. Yeah, there is. Actually. Oh, hát igen. Ott van a betegség, vagyis hát a betegség a nanoszer. How? Az űrgébe is. Hogyhogy? Stop my needle handling. Igen, na, igen, láttuk. Láttuk. Igen, és átette pont a kezét, ugye? A sebre. Look, this is a medicine. De csak ott volt a vér a kesztyűjén. It won't be long until I'm like Claire, and most okay, for time, we're all about to meet Claire. Eventually, the oxygen will run out, so Parker's crazy plan. Have a void near the oxygen. Our only hope. The Parker is going to tear the kiss with his eyes. Maybe Natalie will rescue us. Yeah, you want to think, minket. All the evidence of her actions in Kindar is down here. The nanocells are our only leverage. Take her blood, however much you need. Yeah, as a liquid. Tudjuk, hogy az a főnök asszonyt igazából tényleg csak ez a maga a technológia érdekli. Claire, give me your arm, please. Claire, add oda a kezed, kérlek. I thought you were different. Azt gondoltam, hogy te más vagy. Your arm. A kezed. Tell me honestly. Mondd meg őszintén. Can you save me? Meg tudsz menteni? Őszinték leszünk. There's almost no chance of it. Szinte semmi esély sincs. Your internal physiology is completely changed, and I can't predict what's gonna happen. You're weak. Gyenge vagy. I don't even know if I'm gonna survive this. Ezt tudom, hogy én túlélem ezt. But if I do, I promise. Én túlélem, akkor megígérem. Hoppá. Kicsapta a karját. Engedi. Megcuccoljuk. Fuck. Ha ez az egész, nem csípem annyira a tőket, hogy őszintelek. Állj le! I've got enough. Van elég. What the fuck are you talking about? Don't stick it in. Ne tudd be. That's what she said. Reese. Just close the bioprotector. Claire can live to fight another day. Okay. Ja. It's about time I contributed an escape plan. Oké, tehát az videó, hogy hozzájárulják egy menekülési tervhez. While Parker was talking me through the vacuum reset, I realized that fully let me set. Much different. We don't need those pricks upstairs. But if you reset the lab, we'll be alert. That's where things get creative. I hacked into the lab security camera. You back at the laboratory security camera of you. Három percre. Because though you're aware of what the city. I can output that 3 minutes of footage onto their security feed. Mert tudják rakni ezt a felvételt az ő kameráikra, miközben megszök a csaj. Szóval gondolom, hogy követjük a... Sorry, nem mondom. Utasításokat. Honnan jutott ez eszedbe? A filmben láttam. What about our last remaining obstacle outside? Mi van a csávon, aki még odakint van? I'm gonna take him out. Ne intézem őt. I'm infected. Megfertőzöttem. As soon as I step into the void, that heat flash will trigger. If I die in here, lockdown mode ends and he gets in. If I die out there, so does he, and you have a chance. I've been the weak link. It's time to become an asset. So take Claire, run. Hát chat, döntsetek, mi legyen? Elfogadjuk, Reese, menjen ki. Álljon oda, ahol a csávó van ugye a betörő, és akkor ugye, mivel ugye meg van fertőződve, ezért ugye a védelmi rendszer beindul, és akkor pucs! Vagy pedig állítsuk meg Reese-t, és legyen egy másik út. Válasszunk egy másik utat, egy másik megoldást. Ha tudjátok, akkor villancsunk egy szavazást, és akkor lássuk, hogy mit követel a chat, mit követelnek a nézők. A lényeg, hogy... Jó, mindegy, oké, mi legyen itt a szavazás, menjünk ki, legyen másik megoldás, lássuk, úgy látom, hogy 71%, 73%, aki már azt akarja, hogy menjünk ki, tehát úgy látom, a többség azt akarja, hogy fogadjuk el az ajánlatot, 25% csupán, aki azt mondja, hogy legyen másik megoldás, van konkrétan még egy 40 másodpercetek szavazni, nekem úgy tűnik, hogy abszolút erősen a menjünk ki fele dől a dolog, nem hiszem, hogy ez változni fog túlzottan. Konkrétan már 700 ember azt mondja, hogy menjünk, miközben még csak 250 azt mondja azt, hogy maradjunk.
Akkor menjünk. Menjünk. Még van egy pár másodperc a szavazásból, de 1000 szavazat közül csak tényleg 250 ment arra, hogy legyen másik megoldás. Szájba. Menjünk. Oké. Okay. Wow, hirtelen fel tud állni, amikor vécére kell tenni, nem mentél jól. I chose this, okay? Indodott, that's how you make a life. Every single choice along the way counts. Okay. Minden egyes döntésünk számít. Utállak. Azért lespárollak most gyorsan. Nem, mégse. You know, I went back to that beach. Ott visszamentem arra a tengerpartra. Kindáron. To face it. Szembenézzek vele. Taro and Dima. Taro és Dima. And I think maybe if I had lost my shit. Azt gondolom, hogyha nem vesztettem volna, vagy nem then we could have saved one barátom volna rá, akkor legalább az égéket megmentettük volna. Yeah. Igen. Maybe. Lehet. I'm sorry. Elállom. For leaving you. Elhagytalak. Ne spárod már a piszkos! Get back. Mondtam én. Didn't your mother ever tell you not to kiss anyone carrying a life-threatening pathogen? Nem mondta anyukát, hogy ne spárolja senkit, akinek ilyen halálos betegsége van? Halálos forrókozókat hordoz? More than you know. Hálás vagyok a szándékkér jobban, mint tudnád? Korona. Kicsi rén azért ott is. Várj! What is it, Claire? Switch places with me, Reese. Cseréljünk helyet, Reese. At this stage, you have a far better chance of surviving than I do. Jelen esetben neked több esélyed van túlélni. You have all the evidence against Kensington. Megvan a bizonyíték Kensington ellen. Make sure the world sees it. No, Claire, I'll do it. Drop it. The bioprotector will stop the lab detecting your infection. And you too can escape. Okay, tehát megpróbálom megmenteni a csávot is. Sacrifice Claire, sacrifice Reese. Megmondom a Frankot, Reese még nem köpött az arcomba. Majdnem beleköhögött, de nem köpött az arcomba. És amúgy logikus, amit mond. Kamikáze. Igen, hogy iszpozódj itt Natalie-t. És megosztom a történetet a világgal. Köszönöm. I can't beat the fuck out of this thing. Szétek ki ebből a genyóból. Hát a lényeg, hogy a csávónak jelenleg több esélye van a túlélésre. Jaj! Kéne már egy masszőr, ha? Ilyen szarszéken ülsz, mint én, akkor ilyenek lehetnek, úgyhogy óvatosan. Szerencsére tele vagyok masszőrökkel, tudod, hogy van ez. Végig a szigete, meg minden. Ez egy szerencse. Did you do that, Parker? Vezetelik a rendszert. No. I'm sitting here. Hey, Claire. Thank you. A csávó hogy fog kiútni, hogyha berakjuk őt ide? Let's do this. Csináljuk meg. Mennyire volt helyes döntés? Ezt nem tudom. És hova lett az ajtó elől a pali? Chemical threat detected. Kivé veszély? Hú! Jó, hogy ez egy ilyen hőbillanás, ugye? Oda visszajöttek hő, termelődik és ja, szétolvad, amíg oda bent vannak. Vezetelték a rendszert. Nailed it, Claire. All looks good to me. Yeah. Minden rendben van. She's going to get the nanocells. Well done, set. Amy. Ez az Amy. Jó, mi hát? What was that? Nothing. Ez mi volt? 3 minutes.
3 perc. Vypadáte az asszisztens csaj. Uff. Stukker, ezt vinném, helyes, helyes. Amy, fuck that! Get a machine gun! Amy, ne szarakodjál! Izé. Igen, hát igen, amúgy tényleg egy automata Stukker kell, de... Érted, aki nem őt soha életében, annak lehet jobb egy kis pisztoly, nem? Mint egy... A full autó, vagy szemályautó fegyver. We have to change out of our lab suits. They'll draw too much attention. Jó, hogy rendesen kisúnyulnak a laborból, úgyhogy a gyerek egyelőre beteg. Ez nem túl jó. Can you see the bone? Látod a csontot? I'm gonna go to the disabled toilet and grab the fold-up wheelchair, okay? Change quick. Yes, ma'am. Szóval most akkor mégis kiviszik a civilek közé a cuccot? Játék vagy egy film? Itt nincs semmi a kérdések, haver. Ez egy játék és egy film. Most look like a right side. Persze, tehát konkrétan a fő doktor, de senki nem fogja megismerni, mert nem vette magáról a doktor ruhát, ez az alap. Ez ugyanolyan, mint a Superman felveszi a szemüveget, akkor ki az az ember? Ki az az ember? Érted? Megjött a lift! Senki nem nézett jobbra, oké. Milyen jó, hogy örködnek az emberek, mi? Senki nem hallja, hogy... Okay, there's an exit out of the back of the building. It'll be way less guarded. Right, so what are we waiting for? Mire várunk? Natalie's office is down there. Natalie-nek lent van ott az irodája. Csak lépjünk le. Yeah, let's. Azt mondja, hogy döntettünk majd. Menjünk az irodába, vagy se. Let's finish what Claire started. Let's go with Claire, kezdett. Stop right there, Amy Cannon. Állj meg, Amy! I guess 3 minutes wasn't long enough. We know Wakefield has nano cells in his system. Hand him over and this can end without bloodshed. Adjátok át. That's clearly bullshit. Just do it, Amy. Nanocelleket. Reason, aggression. Reason. Próbálj meg beszélni. Natalie's covering up the murder of innocent men, women and children. Emily, you know this is wrong. Natalie az ugye... emberek életéért felel, de sok mindenkiért. The nanosol duplicates, the testing in Kindor. Szóval mindent tudott a másik csai. Szóval nagyon röviden, amit mondott, ugye az, hogy a főnök az, hogy ez egy csomó ember életét ugye elvette, vagy részt vett abban, hogy ki legyenek nyírva a tesztek miatt, azért, hogy létrejön ez a nanoszel, és bam, bada, bing, bada, bung, kiderül, hogy a csajszi, a másik csajszi is, az asszisztens is csutkán benne volt. I oversaw it all while you're busy fiddling with your test tubes. Ő volt, aki figyelt mindenre. Ő volt, aki elintézte a dolgokat. Amy, use me. Amy, használj fel engem. Dude, you can't say that. Come on, use Riz, don't use Riz. Használjuk Riz-t, hogyha használva akar lenni, akkor használjuk Riz-t. Hey, look. Hogy mondja elő. I'm a pretty selfish person. But the woman behind me with the Uzi isn't, so just... Don't punish her for that. Where are you going with this, Riz? You can have me, Kensington. Just let Amy go. Oké, engem megkaphatok, csak Amy tegyedjetek el. Just trust me for once. Riz benne, most az egyszer. No deal. I can't just let Amy walk out of here. Megintem Amy, csak hogy lerépjen innen. Kapd elő az Uzit, anyukám! Wow. Tedd meg, Amy! It's okay, just do it. Rendben van, csak tedd meg! Do it! Ennyi amúgy, végül is a csávó túl fontos, hogy meghalljon, tehát itt kéne végig fejjel Stukker, és úgy fele menni. Húzhatnál maga után, érted? Nem tudom mit csinálni. Security lab Alpha now! Fuck you, Kensington! I need Tenant! Meg a szerencsére csak 3 biztonsági őrük volt, és idekint zajtó előtt már nincsen senki! Minek dobod el a fegyvert? Arra szükségünk lehet még? Kit zavarna, hogy fegyverre megyünk be a rendőrségre, amikor ilyen sztorink van, érted?
Akkor a csávó vén a csajra fröccsen, vagy valami ilyesmi, akkor mi lesz? Meghal biztosan? Sniperesek hol vannak? Ja, a laboratóriumnak a biztonsági szolgálata nem a legtop-toppabb. Natalie Kensington, founder of the Kensington Corporation, was today arrested by MI6 on suspicion of crimes against humanity. Elkapták ezt a csajszit. The discovery of MI6. Linking her to illegal akkor, chemical ja, testing eljutottuk nekik az USB-t. Which resulted in the deaths of hundreds. Több százanak haltak emiatt a tesztek miatt. Denied any involvement. Kendária nagykövetség az bármilyen részvételt ezt ugye elutasított. Tehát a vége konkrétan akkor az lett, hogy lebuktattuk a nagycsasszonyt. És ja, a világ megtudta, hogy Big Ben tettünk részt. GG! GG! Ez egy happy ending? Vajon? Ez vajon ebben a sztoriban egy happy endingnek számít? Nyilván jó párféle fajta endingje van a sztorinak. Valahol szerintem ezt egy happy endingnek lehetne venni. De nem biztos, hogy jó döntés volt otthagyni a spanunkat, nem? Lehet, hogy őt hozni kellett volna? Ez happy ending volt, vagy sem? A csávóval mi lett? Ez egy jó kérdés. Csajsz ilyen szóval mindegy. Nem lett happy ending, mert nem mentettük meg a csávót? Srácok, ennek hány endingje van? Vagyis kacok? Elnézést. Nem akartam srácokat mondani, mert rengeteg hölgy van jelen. Félik happy ending? Attól függ, hogy hogy nézed? Ez a világ jó kimeneteli fajtája volt? Ez happy ending? 9 féle fajta variációja van a végének? 9 féle? Egyből agresszió kellett volna? Hát agresszió kellett volna lenni? Félig teri a pohár? Jaj, ki lehetett volna hozni mindenkit, a beteg csajt, a csávót, meg minden? Oké. Okay. Jó, szkacok, kicsi reklámszünet, ne felejtsetek, ha élvezetek a streamet, ne felejtsetek el bekövetni a csatornát a képernyő tetején, hogyha újak lennétek, mert ha megosztanak, akik még élvezhetik. Ha már nem tudom, most hogy megyünk tovább. Black Mirror interaktív filmet próbáltad? Már én nagyon adtam. Aha, jajajaja. Mindegyel, skacok! Nézzük meg most az összes lehetséges végkimenetelét ennek a sztorinak. Vagy pedig játszunk majd még valamikor máskor vele még egyszer. Azok most minden nap ilyen játékokkal fogunk játszani este, ilyen döntéshozó és sztori játékokkal. Okay, és volt választás? Máskor nézzük meg. De játszunk vele máskor is majd, aha. Játszunk a Six Seconds-el. A Six Seconds-el szinte most már nem lenne időnk játszani. Ez egy 3-4 órás játék, nem belemennénk a hajnalba. Jó, én ezt adtam nagyon amúgy. Szerintem ez egy minőségi cucc volt igazából, egy néhány, hát, felesen tudja, pár problémám volt. Ezek inkább tudod, tehát olyan jellegű problémák, szerintem a többségeteknek fel se tűnt, szóval például a zöld háttérnek a használata, picit fura volt, ez nem volt a minőségi. Volt egy pár ilyen kérdőjeles dolog nálam, itt például hogy akkor azok az emberek, azok a bűnözők, akik be akartak törni, azokat akar a kindáriai... bűnös formák, a Supreme Leader küldte őket, igaz? Mert ugye a Supreme Leader küldte őket. De a nagycsasszony a spamba volt a Supreme Leaderrel. Akkor a nagycsasszony az miért nem tudta elintézni, hogy ezek a bűnözők lelépjenek, vagy bármi? Szóval értedek mi a kérdés? Szóval azokat azt a három fickót? Ó. Oh. Ja, 9 féle végkifejlet van. Még kétszer, tehát dupla, tehát még ugyanennyi olyan jelenet van, amit nem láttunk. 83 döntés, what the fuck? 100%-os intelligenciát hoztunk ki. Őszinteség nem volt az erősségünk viszont.
Kicsit szeretvelet volt az egész, de összességében nem volt rossz. Ja, jól megfogalmaztad, haver, én is valahogy így érzem. De az is csak voltak, hogy mindenféle játékokat beírtok. Beszéljünk erről a játékról, még mert kérdéseim vannak. Mi történt? Ötten belehaltak a döntéseidbe? Célozgatsz valamire? Miért nem akartad volna azt a három betörőt kiírni? Meg honnan tudja, nem is tudjuk, hogy a csávó kinyi Fante. Nem látok koponyát a neve mellett. Ja, ő életbe maradt. Ők kinyi Fantak, de... Tehát talán őt tudtuk volna megmenteni, a Chelsea-t. Ja, hogy nem is a betörőkre gondoltál, aha. Jó, hát ő az orosz fickó, nem lehetett mit csinálni. Talán itt lehetett volna megoldást. Nem tudom, szerintem mind a ketten kinyi Fantak volna így is, úgyis, de lehet, hogy nem egyébként. Lehet, hogy őt sem tudom, hogy lehetett volna nagyon megmenteni. Endinget ott fent? Nem lehet semmire se kattintani. Ja, kicsit szétment a chat a spammel. Szerintem elsőre ezek voltak a jó döntések, és egy nagyon érdekes játék. Ja, nekem is amúgy... Voltak olyan szituációk, ahol igazából full 50-50-be voltam, hogy most mit kéne dönteni. Most nyilván, hogyha még egyszer végigjátszanánk, más úton indulnék el, de például arról fogalma sem volt, hogy mennyire tolhatom a dolgokat, tehát mennyire húzhatom a macska bajszát, azt illetően, hogy milyen döntéseket hozzunk erre, mennyire kockáztathatok az emberre, stb. Mert lehet, hogy itt a végén tényleg nem csak a végén, de már amikor ugye a Chelsea, a Claire kérte azt, hogy őt áldozzuk fel, már lehet, hogy azt meg lehetett volna valahogy full máshogy oldani, csak ahogy kimentettük volna a Claire-t is. Nekem az volt a kedvencem az egész sztoriból, hogy a csajnak nincsen segge. Minden relatív, barátocskám, minden relatív, érted? Az ending nevét papi. Azt nem tudom. Trust me for once. Ez az ending. Trust me for once. Az abban, hogy még egyiket találtad meg. Jaja. Erika? Elvileg játszunk majd az Erikával is, igen. Most még egy héten keresztül minden este lesznek ilyen játékok, és ja, most várjuk azt, hogy a többi játék, amikkel játszani szoktam, azok megkapják végre a frissítésüket, a patchüket, bla bla bla. Mára nem készültem más játékkal. Mára szerintem ennyi. Ja, a fenék dolog mindenkinek megmaradt. Ja, de egyébként ebből látszik, és ezt a női nézőknek mondom, hogy higgyétek el, a férfiaknak általában szerintem nagyon nagy számban sokkal jobb, sokkal fontosabb a lökhárító, vagy nem tudom, hogy mondjam ezt. Lökhárító, mint a karosszéria? Nem. Látszik, hogy nem igazán értek az autókhoz, szóval fontosabb a ferék, mint a mell. Ennyi. Nem találtam hasonlatokat. Nézzük meg a másik 8 endinget. Hát nem biztos, hogy meg akarnám, mert érted, hogy még tudnánk vele játszani, érted, hogy még lenne meglepetés, ha nem nézné meg a többi endinget. Mert akkor elérhetnénk azt, hogy legközelebb megpróbáljuk úgy meg tolni a játékot, hogy mindenki túlélje, érted? Ez például jó lenne. Alváz, az. Igen, a karosszéria. Ja. Kicsit eltévedtem a szavak tengerén. Ami mennem kell. Rohamsz jó, és köszönjük, az 1100 bites szurkás szaver, hatalmas szűrtás, pasi, sajnálom, hogy tetszett a kis történet. Nekem bejött, remélem, hogy neked is igazából biztos vagyok benne, hogy pár év fogunk majd még olyan sztori játékokat, amik hasonlóak lesznek, lehet jobbak is. Igazából az elkövetkező napokban úgyis ezt fogjuk nyomni. Nagyon szépen köszönöm, papi. Ruben, köszönjük a fél évet, haver, nagyon hálás ég, hogy már 6 hónap itt laksz, és csak remélem, hogy továbbra is olyan szedben magad. Köszönöm, papító. Still beef. Neked köszönöm 18. hónapot. Én azért örülnék, ha ő lenne a masszőröm a hónapban. De csak ha meg tudod oldani, Krisz, figyelj. Ami meg tudom oldani, hogy a csajc legyen a masszőröd, ha kell, akkor szólok az embereimnek, és leklónozzuk, három irányba vágod, és tudod, hogy benne ezek a game módosítások. Hirtelen van fenék, nincs fenék, lesz egy kicsi, amit akarsz, Steel Beef, tudod, hogy bármit el tudok intézni. Köszönöm a legeti támogatás, haver is. Neked bármit. Jó. Szóval szerintem nem nézzük meg a YouTube-on az endingeket, hanem majd még belenyúlunk egybe-kettőbe. Igazából
a 60 Seconds-el úgyis majd még játszani akarunk, mert ott is meg akarjuk nyerni, úgyhogy mind a négy emberünk túlélje, az nehéz lesz. Ezzel a játékkal igazából nem hiszem, hogy túl nagy problémáink lesznek, szerintem itt például nincs is olyan, hogy... Ja, de valószínűleg valójában, hogy nem túl happy ending. Ja, nem túl happy az az ending. Az elején nem a csajt mented meg, hanem a csávot, akkor is... Akkor ő is túl éli, szóval lehet az, ez is jobb. Oh, what the fuck? Mi a fene? Ja, amúgy... A nőt azért próbáltam megmenteni, mert gyereke volt, ugye? Aztán ja. Egyébként ez az egész, ez Észak-Korea akart lenni? Szerintem egy chat, ez Észak-Koreáról szólt? Mert hol máshol van a világon Supreme Leader? A kínaiaknak a vezetőjét, azt nem hiszem, hogy Supreme Leadernek hívnák, ha bár ott is ugye kommunizmus van. De nem ilyen diktátor téma annyira, mint mondjuk Észak-Koreában, nem? Ez annyira nem értek. De akkor leszedem a subscriber alit. Az Észak-Korea volt? Én mit küldtem volna? Ennyi. Egy haver. Tibi legalább most túlélte. Ennyi. Oroszországban Supreme Leader? Kína is lehetne? Ja, mert annyira nem lepne meg, mert érted, konkrétan egyből berakták az orosz csávót rossz karakternek. Tehát ebből annyira látszik, hogy ez... Na mindegy. Nem csípem ezt, hogy mindig, érted, az ilyen keleti formák, érted, vagy a mit tudom én, az ilyen arab figurák, a terroristák, vagy az oroszok, a terroristák. Tehát ennyi. Vagy pedig talán még a régebbi filmekben még a kínaiak. Még őket is azért tolták a gonosz karakternekbe. Mikor látsz olyan filmet, papi, ahol egy amerikai a főgonosz? Húha! Amerikai filmben amerikai főgonosz? Húha! Hát azt nem szabad! Azt nem szabad! Azzal nem nyomnánk a propagandát! Ez is egyfajta rasszizmus? Hát ez inkább ilyen propaganda, érted, hogy ezek rossz karakterek, érted? A technológiát azért hozták létre, hogy a Marsra lehessen majd utazni, igen. Igen, ezek britek voltak, de ez nem azt jelenti, hogy britek csinálták a játékot, érted? Valószínűleg amerikaiak, érted? Ja. Ha egy papír, már szorít gémek, akkor a Life is Strange 2-t nem folytatnánk? Vagy már végigtoltad? Szerintem újra fogom kezdeni Jonathan, mert csak az első szekcióját játszottam végig a játéknak, úgyhogy szerintem majd újra kezdem az egészet, és végigjátsszuk, ja. Lehet, hogy most valamelyik nap igazából. Ki akarom használni ezt az időt még, amíg annyira nem pörög a Fortnite, Tarkov, meg a Valorant, meg a mit tudom én, az összes többi másik játék, amivel majd nagyon sokat fogunk kockolni. Úgyhogy ja, közzi a 100 bitet, haver! Darkest Dungeon lesz-e? Lehet, hogy arra is ránézünk. Akarnátok, hogy például valamelyik nap egész nap a Darkest Dungeon ne játszunk, és akkor este megjátszunk egy ilyen szóra játékkal? Az a Darkest Dungeon is jó lehet végül is. Az a baj, őszinte leszek veletek, egyszerűen minden játékhoz most jön ki a patch, az új szezon, meg mit tudom én, és egyszerűen nincs kellem játszani a játékokkal. Érted, a Valorant is tele van mindenféle játékhibával most, jön az Open Release, akkor miért játszok most a játékkal? Miért ne várjam meg azt az egy hetet, miután sokkal jobb lesz a játék? Fortnite-nál ugyanez, tel is tele van minden baja van annak a játéknak, de jön az új szezon, miért játszanék a játékkal, miért ne várnám meg az új szezont, amikor már valószínűleg jobb lesz a játék. Ugyanez van a Tarkovnál, érted? Játszottam a vele, picit kiszórakoztam, de érted, várnám, hogy jöjjön a vibe.